Az Ozonasztma Egyesület koszorúzással és gyertyagyújtással emlékezett egykori alapítójára, dr. Magda Tamásra, halálának 10. évfordulóján a volt tüdőgondozó épületénél található emléktáblánál. Városunk tüdőgyógyász orvosára emlékeztünk, és ő volt, aki az Ozonasztma Egyesületet alakította, idestova 30 éve lesz jövőre, és ezért tartottuk fontosnak, hogy megemlékezzünk. Fent kell tartanunk az Egyesületet. A létszámba az Egyesületünk az egy gyarapszik, de nem szeretnénk végtelenségig a számát gyarapítani, hiszen ez egy család, majdnem családi egyesület, vagy talán családi egyesület, ahol egy létszám meghatározza a kapcsolati rendszereket, odafigyelünk egymásra, egészségükre, bánatunkra, örömünkre, találkozunk egymással, és egy ő általa meghatározott vonalon dolgozunk tovább. A megemlékezés a Művelődési Házban folytatódott, ahol egy videó összeállítással idézték meg a főorvos emlékét. A tüdőgyógyászt 1963-ban avatták orvossá a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd 1970-től egészen nyugdíjba vonulásáig a Dombovári Tüdőgondozó Intézetet vezette. Ő készítette az első felmérést a világon a gerincferdülés gyakoriságával, genetikájával kapcsolatban. Mindezt a szakirodalomban csak a dombovári felmérésként szokták emlegetni. 2000-ben Dombovár város elismerő díszjelvénnyel tüntette ki, majd Dombovár díszpolgára lett 2006-ban. 2008-ban pedig megkapta a legmagasabb szakmai elismerést, a professzor dr. Schweiger Otto emlékérmet. A megemlékezés után került sor az Ozonasztma Egyesület rendesévi közgyűlésére, ahol döntöttek a 2022-es év programjairól is. A közgyűlés az mindig fontos az Egyesület életében, ez minden évben kötelező, ahol beszámolók vannak, az elnöki beszámoló, a pénzügyi beszámoló, a következő év gazdasági beszámolója, programokat is, az egész éves programot ismertetjük, a tagjaink kiosztjuk a programot írásban, amit a vezetőség előzőleg összeállított. Természetesen a programváltozásnak a jogát azt fenntartjuk. Alapszabályban benne van, hogy szabad levegőn az aszmás betegek gyógyítása érdekében kirándulásokat szervezünk olyan helyekre, ahol barlangok, fürdők vagy olyan erdők vannak, kirándulással jó kedvel az egészségünkért. Az Egyesület következő évi tervei között szerepel az országban található valamennyi nemzeti park felkeresése.